Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Április 3-án országos vadirjó kereta versenyre került sor Kókán, melyen több kistelki fiatal is részt vett, és jó eredményekkel zárták az eseményt. A verseny menetéről, valamint az eredményekről Sípos Ádám edző mesélt stábunknak. Április 3-án vasárnap vadirjó karate országos versenyre került sor Kókán, ahol több kistelki fiatal is részt vett. Mit tudsz mondani erről az eseményről? Igen, hát a Magyar Vadirjú Szövetség éves országos bajnoksága, ahol gyakorlatilag 18 megyéből, 11 klubból 93 versenyző vett most részt az idén. Kistelek városát büszkén emelem ki, hiszen ebből a 93 versenyzőből 10-et mi vittünk, és reméljük, hogy a közeljövőben ennek létszámát növelni fogjuk. 10 versenyzőből 7 érem született, egy negyedik helyezett, illetve vannak, akik tapasztalatokkal gyarapodtak, de mindenkiről büszkén mondhatom, hogy kiválóan helytállt képességeihez és lehetőségeihez mérten. Elsősorban kiemelném, hogy ez csapatunknak az első versenye, így úgy gondolom, hogy külön érdemilleti őket, hiszen első versenyről érmet hozni azért kevesen tudnak. A korosztály tekintve 8 évtől 12 éves korig képviseltettük magunkat. Karate bajnokságokon általában 2 versenyszám szokott lenni, az úgynevezett katák, formagyakorlatok, amik a stílusnak különböző kötött gyakorlatait mutatják be, illetve a szabad küzdelem, a kümite. Első éves klubként egyelőre még csak a szabad küzdelmi részben indultunk, és ott is mondhatom, hogy remekül helyt állt a csapat. A formagyakorlat rész még kimunkálásra és gyakorlásra vár, ez még a jövő zenéje, de bízom benne, hogy hamarosan ott is indulunk. Azért azt kiemelném, hogy a munkát itt elsősorban 6-8 éves gyerekekkel kezdtük meg, ami annyit jelent, hogy sokszor nem csak a karate alapjait kellett elsajátítaniuk, hanem olyan kisebb-nagyobb problémákkal is megküzdöttünk, mint hogy mondjuk melyik a bal kezünk, vagy melyik a jobb lábunk. Ehhez képest ma már a srácok, mondhatom, hogy kimondottan összetett gyakorlatokat is képesek végrehajtani. Kiemelném még, hogy Kistelek városát egyedüli rágyként Rászlina képviselt az utánpótlás 12 éves korosztályban, aki az előkelő negyedik helyen végzett, 2 ellenfelet maga mögé utasítva. Tehát, mint említetted, 10 kistelki fiatal vett részt a versenyen. Hogy érezték magukat? Hát mondhatom, hogy azért stresszesen indult ez számukra, hiszen nyilván mindenkinek az első versenye. Edzőként azt mondom, hogy nekem is, mint edző, az első versenyem volt velük, így külön technikai bravúrnak számított, hogy egy időben a tanítványaim 3 páston voltak jelen, és próbáltam mindenhol segíteni és jelen lenni, úgyhogy a fölvételem majd jól látszik, ahogy ide-oda cikázok a terem egyik végéből a másikba. Voltak örömkönnyek, voltak szomorú könnyek, de hál' Istennek nagyon örültem annak, hogy mindenki úgy jött erről a versenyről haza, hogy a következőn is indulni szeretnének. Ki milyen helyezést ért el ezen a versenyen? Bitó Gábor a 8 éves utánpótlás kategóriában aranyérmes lett, Deák Dániel ugyanebben a kategóriában ezüstérmes lett, Mészáros Belián és Gyaptyas Milán, ők a bronzérmet hozták el. Rászlina, mint mondtam, ő a negyedik helyezést érte el, Bagi Áron ő a 3. helyezést érte el, hozzáteszem, ő első versenyén a világbajnok Putnyik Goránnal kellett, hogy megküzdjön, úgyhogy ezúton is gratulálok neki a helytálláshoz. Zajácz Rihárd 12 éves korosztályban bronzérmesként végzett, nagyon jól kezdte a versenyt, ugyanis egyből egy ipon teljes értékű találatot szerzett egy köríves fejrugással, illetve Paszternak Dávid végzett még a 10 éves utánpótlás kategóriában szintén a 2. helyen. Azt azért hozzátenném, hogy egy ilyen munka az mindig csapatmunka, mind az edző részéről, mind a gyerekek részéről, mind a szülők részéről, akik rengeteg türelemmel és kitartással álltak hozzá ehhez a vasárnapi naphoz, hiszen egy ilyen verseny reggel 10 órakor kezdődik, és általában délután 3-4 órára ér véget, ami azért egy 6-7-8 éves gyereknek elég nagy monotónia tűréssel jár, eléggé próbára teszi őket.
Szeretnék külön köszönetet mondani Kistelek-Városa önkormányzatának az utazásban nyújtott segítségért, illetve a Kisteleki Kábeltelevíziónak a megjelenési lehetőségért és dokumentációért. Múlt hétvégén került sor a Kistelki Kézilabda Klub megyei női csapatának Szentes elleni mérkőzésére, mely után Onozó István edző beszélt magáról mérkőzésről, illetve a klub működéséről. Az imént ért véget a Kisteleki Kézilabda Klub megyei női csapatának Szentes elleni mérkőzése, ahol a lányok 34-22-re győztek. Hogyan értékelné a tanítványai mai teljesítményét? Hát ha a számokat nézzük, akkor egy magabiztos győzelemről van szó. Hát azt a taktikát próbáltuk, hogy viszonylag egy korosabb, idősebb lányokból áll a Szentes csapata, hogy fölöröljük őket, tehát hogy lefutjuk, próbáljuk a fiatalságunkat, gyorsaságunkat kihasználni. Ez nagyon jól is kezdődött a mérkőzésen, hiszen el tudtunk húzni 8 góllal. Utána viszont megtorpantak a lerohanások, följött az ellenfél, de a vége felé a tudásbeli különbség, illetve a gyorsaság minden tekintetben fölülmúltuk őket, úgyhogy én szerintem a várt eredményt hozták a lányok. Mi az ön edzői felfogása? Mit vár el a lányoktól a mérkőzésen és az edzéseken egyaránt? Hát ugye edzéseken egyértelmű, hogy a maximális munka, tehát ez az alapja gondolom minden sportágnak. Na most mérkőzéseken annyit váratok el, amit edzésen dolgoznak, tehát úgy gondolom, hogy edzés nélkül, munka nélkül különösebben nagy eredményeket nem lehet elvárni, úgyhogy ez a mérkőzés is bizonyítja, hogy ez a csapat jelenleg erre képes, tehát hajtunk a bajnokság megnyerésére, de mondom még egyszer, tehát ez a csapat, ez a megyei bajnokságban képes most eredményes lenni. Mint minden egyesületnek, sportegyesületnek, a Kisteleki Kézilabda Klubnak is vannak működési költségei, fenntartási költségei, stb. Ezt itt Kisteleken miből tudják fedezni? Hát ugye mióta megalakult a Kisteleki Egyesület, az önkormányzat úgymond tartja fönt ezt a csapatot, illetve hát egy szponzort ki lehetne emelni, Bartusz Tibor, aki sok éven keresztül, szinte megalakulásunk óta támogat bennünket. Na most ez lehet nemzetközi torna, ez lehet bajnokság, lehet utánpótlás, tehát ő mindenféleképpen támogat. Illetve ugye a TAUS támogatások, amit bevezettek először, ugye 5 sporták kapta ezt meg. Ez azt jelenti, hogy az utánpótlásokat kiemelten támogatja az állam. Hát ebben a támogatásban mi is benne vagyunk, több éve már, most pontosan nem tudom hány éve, ami azt jelenti, hogy eszközellátásban maximálisan ellát bennünket, utazásban segít, terembérleti díjakban. Tehát ez egy nagyon jó gondolat az országos szövetségtől, hogy a kézilabda utánpótlást ilyen szinten támogatja, és ennek úgy gondolom, hogy később nagy eredményei lesznek, mert ezt a támogatást úgy kell érteni, hogy az egészen a legkisebbektől, a szivacs kézilabdától, tehát mondhatnám azt, hogy az óvodás kortól kezdve minden korosztályunk bajnokságban szerepel, és ugye minden korosztálynak saját labdái, meze, melegítője, táskája, a szivacsosoknak saját kapu, stb. Tehát azt mondom, hogy MB szinten föl van építve ez a kézilabda, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ebből a kézilabda sportág profitálni fog majd. A fiatalabb korosztályokról, ami esetleg ennek a megyei női csapatnak az utánpótlása lehet, azokban mit lát ön? Hát mindenféleképpen utánpótlás van, nem is akármilyen, mert ennek a csapatnak, a megyei földnőttnek az utána következő korosztálya az úgynevezett országos serdülő bajnokság, az OSB. Ez a 15-16 éves lányokról szól, és ebben a bajnokságban egy nagyon nívós bajnokság lett kiírva. Több mint 30 mérkőzést játszunk egész évben, és hát ennek a bajnokságnak az OSB-s csapat egy meghatározó csapata. Én úgy gondolom, hogy a megye 4-5 legjobb csapatában van, illetve országos szinten is benne vagyunk az ország 16 vagy a 20 legjobb csapatába, tehát ez az OSB.
Az OSB előtt, illetve a kisebbek, az úgynevezett U13, hát itt sajnos olyan problémákkal küzdünk, hogy ugye kötelező mindig 12 fővel kezden a mérkőzést, de ott van sajnos olyan problémánk, hogy nem mindig tudunk 12 fővel elkezdeni a mérkőzést, tehát ha viszont nem, akkor büntetőpontokat vonnak le. Most a képességek szerint, tehetség szerint én úgy gondolom, hogy az U13-as csapat is egy nagyon képzett, tehetséges csapat, csak mondom, sajnos ők mindig létszám hiánnyal küzdenek, tehát ez a problémánk. Na most a további kisebbekről nem biztos, hogy teljesen tudnék nyilatkozni, mert ott más edzők vannak, mások foglalkoznak, de gondolom, hogy ők is megszólalásra kerülnek, egész a legkisebbekig, és hát így épül fel a kistelegi kézilabda. Úgy érzem, hogy fölépítésében, tehát nagyon jó úton haladunk. Hát egy kis fájdalmam azért van, hogy nem tudunk MB2-be szerepelni, bár ezt is meg kell értenem, hogy ezek a lányok egyetemre járnak, főiskolára járnak, tehát nem bírják azt az edzés munkát vállalni, ami egy MB2-es szerepléshez kell. A másik ugye, hogy kevesen is vagyunk, ugye kisterekről mindig jellemző volt, hogy kisterek saját erőből oldotta meg, tehát itt ilyen vett játékosok, igazolt játékosok, idegen légiósok nálunk nem jellemző. Tehát mi elindulunk a bajnokságba, akkor saját erővel próbáljuk ezt megoldani. Na most a saját erőnk úgy néz ki, hogy ezt a megyei első osztályt bírjuk, de mondjuk úgy, hogy ezt esetleg meg is nyerjük. Egyelőre, és hát én reménykedem abba, hogy lesz még kistereken MB2-es kézilabda csapat, ez a célunk. Következő felvételünkön a Flaman Ildikó fazekas kerámikussal készített interjúkat tekinthetik meg. Flaman Ildikó fazekas kerámikus 2 éve költözött Pusztaszerre. Adódik a kérdés, hogy miért éppen Pusztaszerre esett a választás? Hát ennek több oka is volt. A egyik ok, szükségem volt egy nagyobb műhelyre, tehát egy nagyobb házra, nagyobb műhelyre, amit tehát ugyanabból a pénzből nem tudtam volna kisteleken megoldani. Pusztaszerre azért esett a választás, mert tehát egy kis falu, nyugodt falu, csendes falu, és olcsóbbak a házak. És amikor a házakat kerestem, nagy segítségemben volt a polgármester úr, Máté Gábort fölhívtam telefonon, akkor még nem ismertük egymást, mondtam, hogy szeretnék a faluba költözni, mivel foglalkozok, és hát nagyon örvendezett, hogy szaporodik a... Azt mondta, hogy fiatalodik a falu, hát ezen jót nevettem, mondtam, hogy hát... Ezt egy kicsit kétségbe vonom, de maradjunk abban, hogy fiatalodik a falu. És nagyon aranyos volt, mert beült mellém a kocsiba, és végigmentük az utcákat, és akkor mindegyiknél mondta, hogy ez is eladó, az is eladó. Akkor kiválogattuk, hogy na melyik jöhet számításba, akkor segített megkeresni benne a polgármesteri hivatalba, hogy melyik háznak ki volt a tulajdonosa, fia árulja, lánya árulja, és akkor végül is. Hát nem az elsők között, szerintem a 27. ház volt, amikor ide értem, és akkor ezt megtaláltam magamnak. És akkor 14-be költöztem. Miért kezdtél el egyáltalán a fazekassággal foglalkozni? Mi volt ebben az, ami számodra tetszett a kezdetekben? Hát ez nagyon érdekes volt, mert hát azt szokta, tehát ez véletlen volt. Azt szoktuk mondani, én is vallom, hogy azért nincsenek véletlenek, utólag mindig kiderül, hogy nem véletlen történnek dolgok. Vegyipari technikumba vettek föl Szegedre. A gyakorlatom, ugyan, ha jól emlékszem, ugye ez nem most volt már, a szalámi gyárban lett volna, és nem kaptam kollégiumot, na akkor ment a hezitálás, hogy mehetek albérletbe, nem mehetek albérletbe, és a végére kiderült, hogy akkora már ugye oda nem vettek föl, másodiknak közgazdasági volt bejelölve, ott titkárnői vagy gépírónak vettek, tehát ettől úgy borsozott a hátam az egésztől, nem? És teljesen véletlen egy ismerősöm ajánlotta, hogy akkor miért megyek el Majolika gyárba a korongosnak. És hát az az igazság, olyan nagyon nem tudtam, hogy tulajdonképpen mit is választottam, vagy mit fogok elkezdeni, tehát azért mondom, hogy azért ez úgy véletlen, de nincsenek véletlenek, mert szerintem jobb szakmát vagy hivatást nem is választhattam volna itt a véletlenbe. A kerámiáidat figyelve föltűnt, hogy nagyon sok mesemotívum található rajtuk. Ez honnan jött?
Hát alapjában véve ugye a mesevilág, ahogy a lányaim fölnőttek, ott úgy befejeződött számomra, és amikor újra kezdődött, 2004-ben megszületett az első unokám, és ugye akkor előkerültek, lelőttek porolva a meséskönyvek, újra előkerültek, olvasgattam őket, olvasgattam nekik, és akkor volt olyan, hogy felnőtt meséket, egyebeket magam szórakoztatására is olvastam, mert tulajdonképpen szeretek mesét olvasni fölnőtt fejjel, és ez be kell vallani, szégyen, nem szégyen, tehát szeretem a meséket még rajzfilmekben is. És úgy jött az ötlet, hogy az első meseképemet az unokámnak készítettem karácsonyi ajándékot. A fehér lófiát, és akkor hát nagyon tetszett, tehát nagyon élveztem, hogy elolvasok egy mesét, és akkor azon gondolkozok, hogy tulajdonképpen ugye a meséből egy olyan, próbálok egy olyan képet készíteni, amiből ha valaki ránéz, akkor ez rögtön tudja, hogy ez a Kacor király, vagy ez a Maskacicó, vagy ez egyáltalán melyik mese, hogy fölismerhető legyen. Tehát ez egy eszméletlen jó játék. Tehát van olyan mesét, amit elolvastam, tudom én, 100-szor is, és küzdöttem vele, mire sikerült egy képet megtalálnom, hogy na ez lesz az a kép, amiből talán felismerhető a, mondjuk a félig nyúzott baktecske, ami nem egy ismert mese. Nyilván már több kiállításon is részt vettél. Melyeket tudnád így most kiemelni ezek közül? Hát az első kiállításom volt tulajdonképpen, hát nem azt mondom a legfontosabb, de azért az első kiállítás az, hogy mindig fontos, az 2011-ben volt Ópusztaszeren. Akkor utána a Vakok Intézeténél volt 2012-ben, ott két kiállításom is volt Budapesten. Végül is Vakok Intézetének Siófok, Miskolc, Kecskemét, tehát több helyen volt vakoknak kiállításom. Ugye a legtöbb kiállítás, nem a legtöbb, szinte minden kiállításon úgy van, hogy nem lehet a kiállított alkotásokat megfogdosni, letapogatni, és az én meseképeim 3D-be készülnek, és mindig úgy vannak elhelyezve asztalokra, hogy a vakok, látássérültek meg tudják fotni, vagy akár az óvodások, például Szentesen óvodásoknak állítottam ki, és a gyerekek is olyan örömmel tapogatták, tehát asztalokra voltak pakolva, és ott visítottak, hogy úristen, hát itt egy róka, vagy felismerték a mesékből az állatokat. De a legtöbb kiállításom vakoknak volt, vakok hívtak. Melyik volt az az elismerés, amely számodra legfontosabb volt ezeken a kiállításokon? Milyen visszajelzést kaptál? Hát az egyik, ami a legfontosabb volt, hogy az első kiállításomat, majd később másik kiállítást is újra elvállalta a Jankovics Marcell rajzfilm rendező. Hát tulajdonképpen gondolom, hogy mindenki tudja, hogy a magyar népmeséknek ő volt a fő megalkotója. Na most, hogy ő elvállalta, hogy az én meseképeimnél a kiállítást megnyitja egyszer, és aztán elvállalt még egyszer, ez volt a legnagyobb elismerés. Részben. A másik pedig a vakoktól a visszajelzés. Tehát, hogy mindenütt nagyon örültek, voltak olyanok, akik követték szinte az összes kiállításomra az országból, eljöttek a vakok a Golden Retriever kutyával, végigvándorolták az országot. Tehát ez azért öröm. Melyik a kedvenc saját műve? Hát a meseképek közül mindig is legközelebb állt a szívemhez a Kacor király. És végül is van egy nagyobb művem, ami a tavalyi évben került a Tatai Rehabilitációs Központnak a falára, ott összesen 5 képet készítettem, és ott a középső kép az egy 18 részből álló nagy fa, alatta a boldogság madár. Hát igazából eddig méreténél fogva azért ő a főművem, amire nagyon büszke vagyok, és az ott marad örökre. Mikor és hol lesz a következő kiállításod? Pont a héten hívtak, októberben a Fehérbot világnapján lesz kiállításom a Somogyi Könyvtárba Szegeden. Egyelőre most ennyi van. Jó napot kívánok, Gubáné Jó Enikő címzetes őrnagy vagyok, és az elmúlt napokban a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén történt eseményekről fogok beszámolni. Az elmúlt napokban több közlekedési baleset is történt illetékességi területünkön, de a bűnügyi szolgálatra is számos feladat hárult.
2016. április 1-én a reggeli órákban Kistelek belterületén egy tolatást végző gépkocsi egy másik parkolójárműnek ütközött. A baleset során személyisérülés nem történt, a járművekben dologi kár keletkezett. Az okozó jármű vezetőjével szemben az intézkedő rendőr helyszíni bírságot szabott ki. 2016. április 3-án a kora reggeli órákban egy tömörkényi lakos közlekedett Ópusztaszer külterületén, Ópusztaszer irányából Pusztaszer irányába, amikor az úttest bal oldalán található füves útpatkáról féktávolságon belül egy űz ugrott ki járműve elé. A járművezető a baleset elkerülésére véget korbanra kormányzott, majd fékezett. Ennek következtében járműve sodródni kezdett, és annak bal oldalával érintőlegesen a baloldali füves útpatkán található villanyoszlop betontartójának ütközött. Az ütközés során személyi sérülés nem történt, a járműben, illetve a villanyoszlopban dologi kár keletkezett. Az oszlop rongálódása miatt néhány órás áramkimaradás volt a környező ingatlanokban, de a Démász munkatársai a károkat helyreállították. A helyszínre érkező rendőr megállapította, hogy a baleset kialakulásáért a gépkocsi vezetője nem vonható felelősségre. Egy kisteleki lakos 2016. április 5-én a délelőtti órákban a saját tulajdonát képező tehergépkocsival Kistelek belterületén közlekedett Budapest irányából Szeged irányába. A Kossuth utca 5-7 szám előtt helyen található kijelölt gyalogos átkelőhelyhez érve azt úgy közelítette meg, hogy nem adott elsőbséget az azon Kömpöc irányából Baks irányába gyalogosan közlekedő kerékpárját toló kisteleki lakosnak. A tehergépkocsi vezetője az intenzív fékezés ellenére a tőle jobbról érkező gyalogost elütötte, aki az ütközés hatására a földre esett és sérüléseket szenvedett. Egy személygépkocsit tulajdonított el egy tömörkényi telephelyről Baksi társával az a sándorfalvi férfi, akit később a járművezetéjeként ittasan vontak intézkedés alá a rendőrök Kisteleken. A 27 éves férfi és Baksi társa 2016. április 1-én 22 óra körül jutott be a tömörkényi ingatlan udvarába. A telephelyen álló Mercedes gyártmányú személyautó nyitva volt, a gyanúsítottak az indítókulcsot is megtalálták a jármű utasterében, így az autóval távoztak a helyszínről. Néhány óra múlva Kistelek belterületén a járőrök intézkedés alá vonták a gépkocsit vezető sándorfalvi lakost és utasát. A járművet a rendőrök lefoglalták, a férfiakat gyanúsítottként hallgatták ki. Ellenük a Csongrádi rendőrkapitányság lopásvédségének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást. A légalkoholos mérés eredménye alapján járművezetés ittas állapotban vétségének megalapozott gyanúja miatt a személyautót vezető 27 éves sofőrrel szemben eljárás indult a Kisteleki rendőrkapitányságon. Az adattári ellenőrzés megállapította, hogy őt a járművezetéstől eltiltották korábban, ezért a rendőrök szabálysértési eljárást is kezdeményeztek ellene. Megalapozottan gyanúsítható azzal egy csengelei lakos, hogy az élettársa egy szintén csengelei férfi tulajdonát képező Volvo gyártmányú személygépkocsit vezetve 2016. január 14-én a déli órákban Csengele külterületén egy mellékúton úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy tudomása volt arról, hogy az általa használt magyar hatósági jelzés nélküli jármű egyedi azonosító jele hamis. Az azon elhelyezett forgalmi rendszámot élettársa a tulajdonát képező, szintén Volvo gyártmányú gépjárműről helyezte át. Az ügyben egyedi azonosító jellel visszaélés büntet megalapozott gyanúja miatt vádemelést javasol a Kisteleki rendőrkapitányság. Gépjármű kilométerszámláló műszer által jelzett érték meghamisítása vétségének megalapozott gyanúja miatt indított büntető eljárást a Kisteleki rendőrkapitányság bűnügyi osztálya egy szegedi lakhelyen rendelkező férfival szemben, mert a rendelkezésre álló adatok alapján megállapításra került, hogy a férfi úgy adta el a tulajdonát képező járművét egy csengelei lakosnak, hogy járműve kilométer-óra állását visszahajtotta. A Kisteleki rendőrkapitányság bűnügyi osztálya az ügyben a nyomozást befejezte, és az ügyet vádemelési javaslattal a szegedi járási és nyomozóügyészségnek küldte meg. Köszönöm figyelmüket!
Múlt hét csütörtökön beszélgetős délután tartottak a Kistelki Múzeumban, melynek témája Vardolf óvoda és az óvodások mindennapjai voltak. Stábunk Kis Kovács Orsolyával készített interjút, melyben a Vardolf pedagógia sajátosságairól számolt be. Március 31-én csütörtökön a Waldorf óvodáról, a Waldorf óvodások mindennapjairól tartottak egy beszélgetős délutánt itt Kisteleken a múzeumkertben. Mi volt ennek a rendezvénynek a célja? Hát létrejött egy olyan szülői közösség, Waldorf Magond szülői körnek neveztük el, akik Kisteleken és a környező településeken élnek, és szeretnék, hogy a gyermekeik egy Waldorf óvodába járjanak. És hogy mivel Szeged elég messze van, és Kiskunfélegyháza is, ezért úgy gondoltuk, hogy Kistelek megérdemli azt, hogy ezen a településen is létrejöjjön egy Waldorf óvoda a jövőben, és terveink szerint szeptembertől egy Waldorf szellemiségű játszócsoportot szeretnénk indítani, és abból az apropóból hívtuk el Ildikót, egy 20 éve Waldorf óvonőként dolgozó hölgyet, hogy mesélje el nekünk, hogy milyen elméleti háttere és milyen a gyermekek mindennapja tulajdonképpen a Waldorf óvodákban. Így utólag te hogy értékelnéd ennek a beszélgetős délutánnak a sikerességét? Szülőket sikerült elérni vele? Igen, szülőket is, nyugdíjas óvónőket, érdeklődőket, sőt, Waldorf iskolai rend érdeklődőket is elértünk. Ennek nagyon örülünk, mert a jövőben szeretnénk majd, hogyha ez esetleg egy iskolává is kinőné magát ebből az óvodai közösségből. Egyébként Ópusztaszeren kialakulóban van már egy elsős csoport, egy magántanuló csoport, akik úgymond egy ilyen természetközeli szemléletet tudnak magukénak, akár csak a Waldorf pedagógia, ami szerint mi is szeretnénk az óvodát létrehozni. Szó esett itt a Waldorf pedagógia. Mi ennek a lényege? Hát a Waldorf pedagógia tulajdonképpen egy Rudolf Steiner oktatási filozófiájára épül, aki egy osztrák filozófus, és minden életkorban a különböző életkori sajátosságoknak megfelelő életteret, közeget és nevelési módszereket biztosítja. Itt például a kisgyermekkorban az utánzás és a szabad játék örömét adja meg a gyermekeknek, és minden gyermeket a saját individuumában, saját egyéni fejlődési ritmusában kezel. Nagyon érdekes, ahogy az évkörön át a természet ritmusához kötődő ünnepekkel vezeti a gyermekeket, és azon belül mondjuk a hét ritmusán belül is különböző gabonák vannak a napokhoz, különböző kásákat készítenek az óvónőkkel, különböző művészeti tevékenységek vannak, például a hétfőn, gyapjú képkészítés, kedden, méhviaszgyurmából, ilyen természetes anyagokkal színezett méhviaszgyurmából készítenek kis szobrokat a gyermekek, aztán szerdán kenyérsütés, csütörtökön, akvarelles papírfestés. Ezek mind olyan tevékenységek, amelyek fejlesztőleg hatnak a gyermekekre, de nem direkt fejlesztéssel segítik az ő épülésüket, testi és lelki fejlődésüket. És ez egy úgymond ilyen lágy pedagógia, tehát semmi direkt fejlesztő tevékenységet nem folytatnak az óvónők, egy nagyon nagy érzelmi biztonságot adó környezet, és nem csak a gyermekeknek, a szülők számára egyaránt. Ugyanis ez a gyermekek számára egy közösségbe kerülés, majd a szülők számára is egy szülői közösség építését jelenti az ünnepekben való és az óvoda építésében való részvétellel egyaránt. Mint gyakorló anyuka, mik a te tapasztalataid a Waldorf módszerrel kapcsolatban? Hát a dac korszakban találkozik először az ember avval a problémával, hogy nincs eszköz a kezében, vagy erőszakkal próbál fegyelmezni, vagy megvesztegetéssel, de igazából a valódi engedelmességhez vezető út nekem egy Waldorf pedagógián keresztül úgymond találtatott meg. Egy nagyon jó könyvet kaptam, pont egy Waldorf pedagógustól, és így találtam rá erre a módszerre, és szeretném, hogyha ez az eszköz az óvoda részé erről is támogatna engem, meg a családomat, és a többi szülő is esetleg, hogyha ezt a módszert alkalmazza, akkor a gyermekeink közös fejlődése is talán egy útra terelhető, és segíthetjük egymás munkáját, egymás családjának a fejlődését. Azok a kistelekiek, akik a március 31-i beszélgetés délutánon nem voltak ott, hol tájékozódhatnak a Waldorf módszerről?
Havonta szeretnénk egy beszélgető estet szervezni szülők részére. Erről a Facebook csoportunkban és a blogunkon egyaránt lehet majd érdeklődni. Waldorf Magoncként keressetek minket az interneten. A tűzre dobott háztartási hulladékok azon túl, hogy nagy mértékben szennyezik a környezetünket és károsítják egészségünket, könnyen életveszélyes állapotokat idézhetnek elő otthonunkban. Környezetünk védelme, egészségünk megóvása és a biztonságos fűtés érdekében kiemelkedő jelentőségű, hogy csak a tüzelőberendezésünkhöz használható tüzelőanyaggal fűtsünk, a kémények ellenőrzését és tisztítását pedig szakemberrel végeztessük el. A nem megfelelő tüzelőanyagválasztás és a kémény karbantartás hiánya következtében a mostani fűtési szezonban megnőtt azoknak a kéménytüzeknek a száma, amelyek szilárd tüzelésű fűtőberendezésekkel felszerelt lakóingatlanban keletkeztek. Feltehetően a fűtési költségek csökkentése érdekében sokan otthoni fűtőberendezéseikben, így például a kandallóban, a cserépkályhában, a vegyes tüzelési kazánban és a szenes kályhában égetik el a háztartásban felgyőlemlett hulladékokat, ez azonban nem csupán jogszabályba ütközik, de nagy mértékben szennyezi a környezetünket és károsítja egészségünket, ráadásul életveszélyes állapotokat idézhet elő. Szilárd tüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. A tüzelőberendezések használatát szabályzó kormányrendelet megsértőivel szemben a Környezetvédelmi Hatóság eljárást indít és bírságot szabhat ki, hiszen a háztartási hulladékok otthoni fűtőberendezésben való elégetése során olyan mérgező anyagok szabadulhatnak fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új, mérgező vegyületeket létrehozva és a levegőbe kerülve a környező talajba, a növényzetbe és az élővizekbe is beépülnek. A mérgező anyagok az emberi szervezetbe bekerülve légzőszervi megbetegedéseket okozhatnak, elősegíthetik rosszindulatú betegségek kialakulását, károsíthatják a veséket, elpusztíthatják az agysejteket, esetleg a tüdőt és a májat is megtámadhatják. Környezetünk védelme, egészségünk megóvása és a biztonságos fűtés érdekében kiemelkedően fontos, hogy csak a tüzelőberendezésükhöz használható tüzelőanyaggal fűtsünk, a kémények ellenőrzését és tisztítását pedig minden alkalommal tegyük lehetővé a szakemberek számára. Most következő mesefelolvasásunkban Gárdonyi Géza a Mi gólyánk című meséjét hallgathatják meg kicsik és nagyok, Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Gárdonyi Géza a Mi gólyánk. Egy nyári napon a hűs tornácon uzsonnáztunk, amikor egyszer csak apám felmutatott a levegőbe és így szólt. Ni, gólya! Egy gólya szokatlanul nehéz röpüléssel. Egyszer csak leereszti a szárnyát és lebukik az eperfánkra. Az ágak megtöredeztek alatta, és az udvarra hult. Csak nem élettelenül feküdt a porban. Odafutottunk hozzá, valaki meglőte. Bizonyosan gémnek nézte valami rövidlátó vadász, mondta az apám, mert a gólyát nem szokás lőni. A gólya derékállat, pusztítja a békát, egeret, cserebogarakat. Azt tartják róla, hogy amelyik házon fészket rak, oda nem ül üt a mennykő. Azzal bekötötte a gólya szárnyát vizes ruhával, puha vattával. Betettük a gólyát a nagy tyúkketrezbe, hogy ne zavarja ott bizony semmi állat se. Szomorúan bágyadtan feküdt ott szegény. Szedtünk neki cserebogarakat, de nem nyúlt egyikhez sem. Sajnáltuk a beteg vendéget, de nem segíthettünk rajta. Annál nagyobb volt az örömünk, amikor másnap reggel már állva találtuk a ketrecben. Búsan kelepelt ott, amikor közelebb mentünk hozzá, nagyokat ugrott. Félt tőlünk, de csak hamar észrevette, hogy jó akarói vagyunk. Néhány nap múlva már annyira megszelídült, hogy kíváncsian kukucskált ránk. Amikor ennivalót vittünk neki, sőt, már a kezünkből is elvette a cserebogarakat. Amikor kibocsájtottuk, megmaradt az udvarunkon, átvette ott az uralkodást. A macskát kivéve minden házi állat úrnak tekintette. Rendet teremtett a verekedő kakasok között, elűzte a szomszéd kutyákat az udvarról, és amit kapott a konyháról, abból jó ízűje juttatott a baromfiaknak is. Ma is magam előtt látom, amint ott áll komolyan és méltóságosan a konyhajtó előtt, és pedig rendesen egy lábon, mintha a másik lába talán fölösleges is lenne.
hanem amikor kirepült egy darab hús az udvarra, egyszerre odaugrált, és erős csípéssel elűzi a cicát onnan, fölkapta a jó falatot, aztán szinte egybe le is nyelte. A cica eliramodik, a kapufiha tetején lesi, a haragosan a szeme hunyorgatásával, hogy a gólya mennyire jó ennivalót elkaparintott előle már megint. Mikor kümvacsoráztunk az eperfa alatt, akkor is ott ugrált körülöttünk, és a kezünkből fogadta el a kenyérdarabokat. Megszokott, jó barátunk lett a gólya. Ahogy a kutya őrzi más helyen a házat, az udvart, úgy őrizte a gólya a miénket. Az idegen tyúk liba nem jöhetett ám hozzánk. Haragos a kelepelésével elverte azokat onnan. De jött az ősz. Az eperfa levelei megsárgultak, lehullottak. A magasban utazó gólyacsoportok szálltak fölfele elfelettünk. A mi gólyánk fél szemmel felnézett rájuk, és nagyon szomorú volt. Az utazó gólyák kelepeltek hozzá, ő meg visszakelepelt. Vajon mit felelt nekik ez a különös gólya nyelven? Elrepülne a mi gólyánk is, ha tudna, mondta az apám. Alig, hogy kimondta a gólya, megcsaktottakta a szárnyait, és egy kereket fordulva az udvar közepén fölrepült. Nyakát hosszan előre nyújtva, a lábait hátra eresztve repült a magasba. Ott csak olykor-olykor libbentette meg a szárnyát, mintha úszna a levegőben. Darabig a házunk fölött szállongált, mintha búcsúzna tőle. Aztán elrepült dél irányába, egy gólyacsoport után gyorsan eltűnt a levegőben. Hát ezt kelepelték gólya nyelven. Mindnyájan kedvetlenek voltunk, én még sírtam is. Ennyi csúnya gólya, mondta, nem szép, hogy itt hagytál bennünket. Az udvar puszta, elhagyott volt utána. Még a decemberi hó is kereste a lába nyomát. Gondoltam, hogy tá megbánta a tettét, és majd visszajön. De csak tyúknyomok voltak a hóba. Hanem amikor a tél elmúlt, egy tavaszi reggelen erős kelepelés ébresztett föl bennünket. Kelep, kelep, itt vagyok. Hát megjött a gólyánk. Büszkén és vidáman ugrált föl s alá az udvaron. Köszöngette a tyúkokat, libákat, kacsákat, de még a kakasokat is. Na, meg még a cicát is. Aztán nem is egyedül volt, hanem egy másik gólyával. Elhozta valami jó pajtását. Az új gólya bártortalanul áldogált az udvaron, fölugrott a kútkávája elő, amikor az apám kilépett hozzájuk. Látszott rajta, hogy itt bizony idegennek érzi magát. Ha nem bezdeg a mi gólyánk, nem féltem az apámtól. Olyan gólya táncot járt körülötte, hogy színházba se lehet olyat mutogatni. Jól van, bolondos gólyánk, szólt az apám. Isten hozott, vártunk már, készíts a pajtásoddal fészket, meg leszünk jó barátságban, meglásd. Egy rossz kereket cipelt föl Gyurínas az eperfa tetejére, megkötözte fönt, meg is drótozta gondosra, hogy le ne essen. A két gólya azonnal elkezdte a fészekrakást. Olyan szép, bogjas fészket raktak, hogy egy királysas is meglakott volna benne. A nyár közepén már gyönyörű kis piros orrú gólyák kandikáltak ki a fészekből. A két öreg gólya meg buzgón hordta nekik rétről az ennivalót, néha még a konyháról is. Azóta mindig van gólyánk. Ősszel elrepülnek, tavasszal visszajönnek. Hanem azt hiszem, ott a másik országban nem volt olyan vígak, mint itthon, mert mindig bánattal indultak, és mindig táncolva érkeztek. A hétvégén a kistelki sportcsarnokban mérkőzött meg egymással a kisteleki és a kiskörös U7-es lánykézilabda csapata. A most következőkben ezt a meccset tekinthetik meg. Thank you.
Április 3-án vasárnap került sor a Kistelkés Szentes megyei női csapatának mérkőzésére. Most következő felvételünkön ezt a meccset tekinthetik meg. Jó szórakozást kívánunk!
Thank you.
Thank you.
Következő adásunkat április 12-én, kedden este, 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvényfelvételekkel jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!